Mi ez? Villamos. Villamos. Na de mi az, hogy villamos? Nagy. Olyan, mint a vonat. Sárga. Utca megy. Hangos jármű. Csilling. A villamos egy jármű. Tényleg jármű. Szóval akkor a villamos jármű. Na de minden jármű villamos? Nem. A busz sem villamos. Meg a hajós. A repülő. Kamion. Motor. Vadászgép. Meg nem villamos, a metrós. Igen. Jó sokféle jármű van. Na de akkor miben más a villamos, mint a többi jármű? Talán a vizen jár? Nem. A villamos elsüllyedne a vizen. Lehet rakéta villamos. Nem, a villamos nem jár a vizen. Vagyis a villamos nem vízi jármű. Hát akkor esetleg a levegőben közlekedik? De nem. A levegőben repülők mennek. Meg a rakéta. Legutas szállító. A villamos nem repülő. A villamos gurul. Igen, kereke van. Világos, a villamos kerekeken gurul. De akkor minden jármű, ami kerekeken gurul, az villamos? Nem. A busz sem. A kocsi. Kamion sem. És a motor sem. A villamos sinán jár. Tehát a villamos kerekeken, sinán gurulva közlekedik. De akkor például a metró is villamos? Az nem villamos. De hogy nem? De nem. Lapti villamos. Nem. Az metró. A villamos a felszínen. Igen. Aha. Ezek szerint a villamos olyan jármű, ami kerekeken, sinen gurulva a felszínen közlekedik. De mégis ki utazik villamossal? Mindenki. A tömeg. Kis hiatt. Aki a városban. A belvárosban mi villamossal szoktunk. Igen. Leg. Szóval a villamos a városon belül szállítja az utasokat. Ha sinen közlekedő járművön a városon kívül akarunk utazni, akkor vonatra kell szállnunk. Szóval akkor a villamos olyan jármű, ami kerekeken, sinen, a felszínen közlekedik, és csak városon belül szállítja az utasokat. És ez nem minden. A villamos elődje a lóvasút. A kocsikat lovak vontatták. A mai villamost villamos áram hajtja. A sinek fölötti vezetékekben fut az áram. Ezt a villamos az áramszedő segítségével tudja használni. És vannak még más olyan közlekedési eszközök, amiket villamos áram hajt? Trolibusz. Elektromos autó. Tényleg, Segway. Elektromos robot. Igen. Na hát, egyre több az elektromos árammal hajtott jármű. Az elektromos járművek a benzinmotoros járművekhez képest kevésbé ártanak a környezetnek, ezért egyre több ilyen járművel találkozunk. Amúgy egészen sokféle színű villamos van. Minden nagyváros saját színű villamost használ. Prágában piros, Stockholmban kék, Barcelonában zöld, Budapesten pedig sárga színűek a villamosok. Na most már aztán jó sok mindent tudunk. De akkor végül is, mi a villamos? A villamos olyan jármű, ami kerekeken, sinen, a felszínen közlekedik. A villamost villamos áram hajtja, és városon belül szállítja az utasokat. Színe pedig világszerte más és más. Mi ez? Villamos. Mi ez? Labda. Laszti. Ez egy labda. Na de mi az, hogy labda? Foci. Piros. Kidobós. Kerek. Gömbölyű. Pöttyös. Nekem van többféle. Szoktunk vele játszani. Aha, tehát a labdával játszani lehet. És minden, amivel játszani lehet, labda? Nem. Nekem van autóm. Nekem meg babám. Társas játék. A labdával labdázni lehet. Igen. Gömbölyű. Szóval a labda gömbölyű. De mitől más a labda, mint más gömbölyű dolgok? Focizhatunk vele. Meg kidobókshozni. Meg el lehet dobni. És az kutyát visszahozni. Igen. Igen. Ügyesnek kell lenni vele. Én tudok dekázni is. Világos. Szóval a labda olyan gömbölyű játékszer, amivel ügyességi játékokat játszhatunk. És miért kell a labdával ügyesnek lenni? Elgurul. Battog. Nehéz elkopni. El kell dobni. Össze-vissza megy. Kicselezik. Aha. Akkor a labda a gömbölyűsége miatt nagyon könnyen elgurul. Ezért ügyesen kell bánni vele. Kezünkkel, lábunkkal, vagy fejünkkel. De mindig ugyanúgy játszunk a labdával? Nem, dehogy is. A focinak más a szabálya. Meg a tenisznek kidobós. Pingpong. Röplabda is. Igen, mindegyiknek más a szabálya. Világos. Tehát a labdával egészen sokféle játékot játszhatunk. Például focizhatunk, teniszezhetünk, kosárlabdázhatunk, és bizonyos labdákkal még pingpongozhatunk, vagy bowlingozhatunk is. Szóval akkor a labda olyan játékszer, amely gömbölyű, könnyen gurul, és különböző szabályok szerint ügyességi és sportjátékokat játszhatunk vele.
És ez nem minden. A különböző labdajátékokhoz sokszor más és más méretű különleges labdákat használunk. Focizáshoz nagy focilabdát, teniszezéshez kisebb teniszlabdát, pingpongozáshoz pedig még kisebb pingponglabdát használunk. Sőt, még olyan labdák is vannak, amik nem is teljesen gömbölyűek, mégis labdának nevezzük őket. Például a rögbi labda, az amerikai focilabda, vagy akár a tollas labda is. És vannak még másfajta labdák is? Kosárlabda, vízilabda, kézilabda, röplabda, medicinlabda, bowling. Világos! Nagyon sokféle labdajáték, és nagyon sokféle labda is van. Még olyan labdák is vannak, amik éppességgel nem is teljesen gömbölyűek, mégis labdának nevezzük őket. Amúgy? Már nagyon-nagyon régen is szerettek az emberek labdázni. Az ókorban már labdáztak a görögök, az egyiptomiak, de még a messzi Amerikában a maják is. A labdákat eleinte bőrből készítették és kitömték, a mai labdákat viszont általában levegővel fújják fel, és bőrből vagy műanyagból készülnek. Sőt, a focilabdában egy ideje szokott lenni egy elektromos csip is, ami számítógépen mutatja a bírónak, hogy bent volt-e a gól. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az, hogy labda? A labda olyan játékszer, amely általában gömbölyű, könnyen gurul, és különféle ügyességi és sportjátékokat játszhatunk vele. Leggyakrabban bőrből vagy műanyagból készül, és levegővel kell felfújni. Mi ez? Labda! Mi ez? Iskola! Suli. Ez az iskola! Na de mi az, hogy iskola? Tanulás! Tanárok! Az utcánkból van. Tényleg? Igen! Apám is jár! Gyerekek járnak! Tehát iskolába a gyerekek azért járnak, hogy mindenféle dologról tanuljanak. És mi mindent tanulhatunk az iskolában? Írni! Olvasni! Számolni! Dinoszauruszokról! Rajzolni is lehet tanulni! Igen! Meg lehet tanulni! Kézen állni! Ezek szerint az iskolában a gyerekek megtanulhatnak írni, olvasni, számolni, tanulhatnak a természetről, történelemről, művészetekről, számítástechnikáról, és még rajzolhatnak, énekelhetnek, sportolhatnak, vagy kézműveskedhetnek is. És hogyan tanulják meg ezt a sok-sok mindent? Tanárnénitől! Könyvből! Órákra kell menni! Igen, be kell menni az iskolába! Osztályterem! Osztályterem! Együtt! Szóval az iskolában a gyerekek együtt, egy osztályban vagy csoportban tanulnak. Az osztály tanára állítja össze, hogy miről tanulnak, aki magyarázatokkal, feladatokkal és példákkal is segíti a gyerekeket a tanulásban. És mégis hol tanítja a tanár az osztályt? Bent az iskolában. Igen, az osztályban. Meg az erdőben. Igen. Kint a természetben. Erdőiskolában. Szóval akkor az iskola azt az épületet is jelenti, amiben a tantermek vannak. Tanulni viszont nem csak tanteremben lehet, hanem például akár a szabadban, vagy otthon is. Az iskolába tehát azért járnak a gyerekek, hogy különféle hasznos és érdekes dolgokról tanuljanak. A tanulásban tanár segít nekik, aki magyarázatokkal, feladatokkal és példákkal segíti a gyerekeket a tanulásban. A gyerekek tantermekben, vagy akár a szabadban is tanulhatnak. És ez nem minden. Sokféle iskola van, amik egymásra épülnek. Van általános iskola, középiskola vagy gimnázium, és egyetem vagy főiskola is. Vannak szakmák, amiket a szakközépiskolában tanítanak meg, és van, amiket a gimnázium után a főiskolán vagy az egyetemen. Azt szerint kell döntened, hogy hova jársz iskolába, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel. És például milyen szakmák vannak? Kaszkadőr, színész, motorversenyző, kutyaidomány, táncos. Jó sokféle szakma van, még szerencse, hogy minden foglalkozásnak létezik iskolája, ahol meg lehet tanulni a különböző hivatások csinyát, pinyát. Amúgy a különböző iskolákban nem csak szakmákat lehet megtanulni, hanem egyéb olyan dolgokat is, amik a felnőtt élethez kellenek. Ha például valaki vezetni szeretne megtanulni, akkor autós iskolába jár. Ha idegen nyelvet szeretne megtanulni, akkor egy nyelviskolába. Ha pedig táncolni szeretne, akkor pedig tánciskolába. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi az, hogy iskola? Az iskolába tehát azért járnak a gyerekek, hogy különféle hasznos és érdekes dolgokról tanuljanak. A tanulásban tanár segít nekik. A gyerekek tantermekben, vagy akár a szabadban is tanulhatnak, a tanulás pedig később más iskolákban, még felnőtt korukban is folytathatják. Mi ez? Iskola! Mi ez? Esőkabát!
Na de mi az, hogy esőkabát? Gumikabát. Sárga kabát. Olyan, mint egy zsák. Gumiból van. Műanyagból. Ez egy nagy ruha. Tényleg? Szóval az esőkabát ruha. De miféle ruha az esőkabát? Talán a többi ruha alatt hordjuk, mint egy bugyit? Nem, a ruhára kell felvenni. Másik ruhára kell. Igen, ívül hordjuk. Olyan, mint egy kabát. Tényleg, az esőkabát kabát. Világos, az esőkabát kabát. És a kabátot a többi ruhánkra vesszük föl. És mikor veszünk fel kabátot? Amikor rossz az idő. Nem kell kabát a jó időben. Igen. Nem volt, hogy fel kell venni. Nem. Akkor kell, amikor nem jó az idő. Tehát a kabátot rossz időben vesszük fel. És mi a különbség az esőkabát és a többi kabát között? Akkor is esőkabátot veszünk föl, amikor például havazik? Nem. Amikor havazik, akkor nem jó az esőkabát. Akkor túl hideg van hozzá. Igen. Nem meleg. Csak esőben jó. Szóval akkor az esőkabát olyan kabát, amit csak esőben veszünk fel. De miért vesszük fel az esőkabátot esőben, ha nem azért, hogy melegítsen? Hogy ne ázzunk meg. Nem szeretek elázni. Az esőkabát megvéd az eső. Tényleg? Esőkabát kell. Akkor nem fogunk megázni. Szóval az esőkabát megvéd az esőtől. Na de hogyan? Talán elkergeti az esőfelhőket a fejünk felől? Dehogy is. Olyan is van, hogy nem megy át rajta a víz. Igen. Csorogul a víz. Vízálló. Szóval az esőkabátot azért hordjuk esőben, mert olyan anyagból van, ami nem ereszti át a vizet, így az eső lepereg róla. Szóval az esőkabát olyan kabát, amit esőben veszünk fel a többi ruhánkra. Az esőkabát megvéd minket az esőtől úgy, hogy vízlepergető anyagával nem ereszti át a vizet, így alatta esőben is szárazak maradhatunk. És ez nem minden. A tűzoltók is vízálló kabátot hordanak, hogy ne ázzanak el, miközben oltják a tüzet. Sőt, a tengerészek se csak esőben hordanak vízálló kabátot, hanem mindig, amikor a tengeren hajóznak. Az ő kabátjuk egy speciális esőkabát, úgy hívják viharkabát. És vannak más olyan ruhák is, amik segítenek, hogy ne ázzunk el? Esőn. Nem. Sincsek. Kezes láb. Gumicsizma. Van még a pocsolyával is lehet beleugorni. Igen. Ezek szerint az esőkabát mellett sok más vízálló ruha segítheti, hogy ne ázzunk el. Például a sícseki vagy a gumicsizma. Bár az esernyő nem ruha, de jó, ha van nálunk, mikor elered az eső. Amúgy, esőkabátot már nagyon régen is használtak a kínaiak. Ők bambuszból készítettek maguknak esőkabátot. A mai esőkabátok már műanyagból készülnek, amióta Charles McIntosh feltalálta a különböző vízálló anyagokból létrehozott szövetet, amiből megalkotta a modern esőkabátot. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az esőkabát? Az esőkabát ruha, azon belül is egy kabát, amit csak esőben veszünk fel, a többi ruhánk után. Az esőkabát megvéd minket az esőtől úgy, hogy vízlepergető anyagával nem ereszti át a vizet, így alatta esőben is szárazak maradhatunk. Mi ez? Esőkabát! Mi ez? Zöld! Ez zöld színű! Na de mi az, hogy zöld? Mint a fa. Igen, a levelek zöldek. Nekem van egy zöld póla. Szöcske. A zöld szín. Tehát a zöld egy szín. És mik azok a dolgok, amik zöld színűek? Ez például zöld? Nem, nem is. Zöld színű. Kék. Ez egy kék lepke. Igen, ennek kék a színe. Aha, ez a lepke bizony nem zöld, hanem kék színű. Na és ez a dolog vajon zöld? Nem, hogy a tűzoltóautó nem zöld. Igen. Ez piros, nem zöld. Tűzoltóautó piros. Ez piros színű. Szóval a tűzoltóautó sem zöld, hanem piros. Na de akkor ez a dolog például zöld színű? Jaj, nem. Ez sem zöld. Ez sárga. Gumikacsa. Igen. Sárga színű. Még ez a gumikacsa sem zöld, hanem sárga. Na de akkor ez a szín már igazán zöld. Ez zöld. Zöld, ez zöld. Igen, ez zöld. Ez egy levél. Zöld fa levél. Igen. Meg zöld levele. Ez zöld színű. Ezek szerint a fák zöldek, mert zöld levelet borítják. És ez a dolog vajon zöld? Igen. Zöld a lámpa. Ez jelző lámpa. Most zöldet jel. Igen. Zöldet jel az a lámpa. Át lehet menni az úton. Világos. A jelzőlámpákon a zöld jelzés is zöld színű. És akkor ez a kalap is zöld színű? Igen, ez is zöld. Ez is zöld kalap. Zöld színű, de egy nagy zöld kalap. Szóval ez a kalap is ugyanúgy zöld, mint a levelek, vagy a zölden világító jelzőlámpa. Vagyis a fák levelei, a zöld jelzőlámpa, és ez a mókás kalap egytől egyik zöld színű. Viszont nincs zöld színe ennek a pillangónak, a tűzoltóautónak,
és például a gumikacsának sem. És ez nem minden. A zöld szín azért olyan elterjedt a természetben, mert a zöld növények tudnak legjobban nőni a napsütéstől, és ők termelik az oxigént is, amit belélegzünk. Vannak még zöld színű állatok is, amik viszont azért zöldek, mert így könnyen el tudnak rejtőzni a fűben vagy a levelek között. És melyik állatok zöld színűek? Krokodil, szöcske, béka, jikacska, imádkozó sárga, kígyó, van zöld papagájom. Nagyon sok zöld színű állat van. A krokodil, a kígyó, a béka, a gyík, vagy akár a szöcske és a papagáj is lehet zöld. Amúgy a zöld ugyan a természetben nagyon gyakran előfordul, mégis másodlagos színnek nevezzük, mert kikeverhető a kék és a sárga színekből. A kéket, a sárgát és a pirosat hívjuk elsődleges színeknek, mert ezeket semmilyen más színből nem tudjuk kikeverni. A zöld mellett másodlagos színek még a narancssárga, amit pirosból és sárgából keverhetünk ki, és a lila is, amit pedig kékből és pirosból. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az, hogy zöld? A zöld egy szín. Zöld például a legtöbb növény, a zölden világító jelzőlámpa, vagy ez a mókás zöld kalap. Ennek a lepkének, a tűzoltóautónak, a gumikacsának mind más színük van. A zöld másodlagos szín, amit kék és sárga összekeverésével kaphatunk meg. Mi ez? Zöld! Mi ez? Csokoládé. Ez egy csoki. Na de mi az, hogy csokoládé? Tábla. Én kaptam húsvétről. Tejcsoki. De ennél csokros. Tényleg, a csoki édes. Igen, édes. Édesség. Tehát a csokoládé édesség. De milyen édesség a csokoládé? Ez az édesség például csokoládé? Nem, ez nyalóka. Igen. A csokit haratjuk. A nyalókat nem szabad. Ez tiszta cukor. Ez a kedvencem. Szóval a nyalóka nem csokoládé, hanem cukor. És ez az édesség például csokoládé? De nem, ez nem az. Ez egy bukta. Lekváros bukta. A Bégségben lehet kapni. Igen. Bégsüti. Világos. A Lekváros bukta sem csokoládé, hanem péksütemény. Na és akkor ez az édesség például csokoládé? De ez nem csokoládé. Ez gyümölcsjoghurt. Ez is édes. Nincs benne csoki. Igen, az. Akkor hát a gyümölcsjoghurt sem csoki, de akkor ez az édesség már igazán csokoládé. Igen, csoki. Ez tényleg ez a csoki. Csoki. Ez egy tábla csokoládé. Tehát ez egy tábla csoki. Akkor ilyen a csokoládé. Na de csak így nézhet ki a csoki? Vagy ez is az? Igen. Csoki Mikulás. A Csoki Mikulás is csoki. Igen. Meg a csoki nyuszi. Kaptam húsvétra. Szóval a Csoki Mikulás is csoki. Sőt, még a csoki nyuszi is. Formázott csokoládé. És ez az édesség is csoki? Igen. Nem, ez kakaó. Nem is. Ez forró csoki. Tényleg, folyós csoki. Igen. Ez a kedvencem. Aha. Tehát ez forró csokoládé, ami szintén csoki. Tehát a táblás csoki, a formázott csoki és a forró csoki mind csokoládé. A nyalóka, a lekváros bukta és a gyümölcsjoghurt, bár szintén édesség, de nem csokoládé. És ez nem minden. A csokoládé vagy kakaó egy olyan alapanyag, amit csomóféle formában megvásárolhatunk. Van bombon, csoki szele, tejcsoki, étcsoki, töltött csoki és fehér csoki is. A csokit nem csak megehetjük, de más ételekbe is felhasználhatjuk alapanyagként. És milyen édességek vannak, amikben csoki van? Csoki torta. Csoki pudi. Csokis keksz. A bombonban is van csoki. Brownie. Csokis fogyis. A csokientetbe lehet gyümölcsöt is mártogatni. Hűha, jó sok mindenre felhasználhatjuk a csokoládét. Különböző süteményekbe, keksekbe, fagylaltokba is szoktak csokit rakni, megolvasztva pedig akár gyümölcsöt is mártogathatunk bele. Amúgy? Az azték indiánok már sok-sok száz évvel ezelőtt is készítettek maguknak forró csokit, tőlük származik a csokoládé neve is. A csokoládé alapanyaga a kakaóbab szintén Amerikában terem. A boltban kapható csokik is kakaóbabból és cukorból készülnek, de a legtöbb csokiban van még tej vagy tejszín is. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az, hogy csokoládé? A csokoládé lehet például táblás csoki, formázott csoki vagy akár forró csoki is. A nyalóka, a lekváros bukta vagy a gyümölcsjoghurt, bár szintén édesség, de nem csokoládé. A csokoládé kakaóbabból, cukorból és legtöbbször tejből készült édesség. Megehetjük vagy megolvasztva megihatjuk, sőt, akár alapanyagnak is használhatjuk más édességekbe. Mi ez? Csoki! Mi
mi ez? Alma. Ez egy alma. Na de mi az, hogy alma? Piros. Kerek. Finom. Kukacos. Gyümölcs. Aha. Szóval az alma gyümölcs. És minden gyümölcs alma? Nem. Sokféle gyümölcs van. Ananász. Banán. Szőlő. Őszi barack. Körte. Tehát sokféle gyümölcs van. Na de mitől más az alma, mint a többi gyümölcs? Kerek. Nem. Az alma az... Furcsa. Alma formája. Az alma gömbölyű. Akkor tehát az alma gömbölyű gyümölcs. De akkor minden gömbölyű gyümölcs alma. De nem. A narancs sem. Meg a barack. Se a dinnye. Sőt, még a meccs sem. A kacseres sem. Na de akkor honnan tudjuk, melyik az alma? Talán a legnagyobb. Nem olyan nagy, mint a dinnye. Nem is olyan pici, mint a gyümölcs. Közepes. Pont elfér a kezem. Igen. Vagyis az alma gömbölyű és közepes méretű. De miben különbözik mondjuk a narancstól? Piros. Nem, valamelyik zöld. És van sárga. A narancs meg narancssárga. Igen. Szóval az alma közepes méretű gyümölcs, ami lehet piros, zöld vagy sárga. Na és hol terem az alma? Talán bokorban? Jaj, nem. Bokorban nincsen alma. Ott a fáról. Igen. A földről is lehet, ami lehúz. Az alma fánterem. Igen. Akkor tehát az alma olyan gyümölcs, ami fánterem. Na és mire használhatjuk fel az almát? Megesszük. Sütibe van. Igen. Kompótot csinálunk. Az alma lé a kedvencem. Világos. Az almát különböző formákban megehetjük, vagy megihatjuk. Gyümölcsléként, levesként, kompótként, süteménybe, sőt, még salátába is tehetjük. De a fáról leszakítva is megehetjük. Az alma tehát olyan gömbölyű, közepes méretű, piros, sárga vagy zöld színű gyümölcs, ami fánterem, és rengeteg dologra felhasználhatjuk, ételekbe és italokba is. És ez nem minden! Az alma héját is megehetjük, és még egészséges is. A csutkája az egyetlen, amit nem szoktunk megenni. Itt ülnek az alma magok. Az alma őszi gyümölcs, így a különböző almafajtáktól függően. Az almafa nyár végétől ősz közepéig hoz gyümölcsöt. És van más olyan gyümölcs is, ami ősszel terem? Körte. Szőlő. Szilva. Őszi barack. Az nem. Bírskalma. Igen. Tehát például a körte, a szőlő vagy a szilva az almához hasonlóan ősszel terem. Az őszi barack viszont becsapós, az már nyáron megérik. Amúgy, úgy van az almát, már sokszor nem is emberek születelik, hanem gépek, amik pont úgy rázzák a fát, hogy az alma magától leessen, pont egy hálóra, amiről azután könnyű összeszedni az érett gyümölcsöt. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az, hogy alma? Az alma olyan gömbölyű, közepes méretű, piros, sárga vagy zöld színű gyümölcs, ami fánterem késő nyártól ősz közepéig. Az almát nagyon sokféleképpen felhasználhatjuk ételekbe és italokba is. Mi ez? Alma! Mi ez? Nyár! Ez a nyár. Nyári szünet. Na de mi az, hogy nyár? Szünet! Meleg van! Fürdés! Strand! Igen! Ki lehet menni? Nekem az a kedvenc évszakom. Tényleg? A nyár évszak? És milyen évszakok vannak még? Tavasz. Tél. Nyár. Az már volt. Tél is volt. Ősz. Igen. Most még nem volt. Szóval négy évszak van. A nyáron kívül az ősz, a tél és a tavasz alkot egy évet. De mégis milyen évszak ezek közül a nyár? Talán a leghidegebb? Nem. Nyáron nincsen hideg. Nyáron meleg van. Igen. Mindig nagyon meleg. Nagyon meleg. Olyankor lehet fürödni. Tehát a leghidegebb évszak a tél. A nyár pedig a négy közül a legmelegebb évszak, amit a tavasz előz meg, és az ősz követ. És pontosan meddig tart a nyár? Amíg nem jön a hideg. Amikor jön az ősz. Igen. Nem akarom, hogy véget érjen. Van június. Július. Meg az augusztus. Ezek szerint, ahogy a többi évszak is, úgy a nyár is 3 hónapig tart. A nyár hónapjai a június, a július és az augusztus. És milyen nyáron a természet? Minden csupa zöld. Nyáron rengeteg a gyümölcs. Én szoktam nyáron gyümölcsöt szedni. Barátkot szoktunk. A cseresznyi. Eper. Világos. Nyáron nyílnak a nyári virágok, és sok gyümölcs a tavaszi virágzás után nyára hoz termést. Ilyenek például az eper, a megy, a cseresznye, a málna vagy a barack is. A nyár tehát évszak, méghozzá 4 évszak közül a legmelegebb. A tavasz után következik és az ősz követi, hónapjai pedig a június, a július és az augusztus. A
természet nyáron a legtermékenyebb, a legtöbb gyümölcs is nyáron érik be. És ez nem minden. Nyáron a nagy meleg miatt az óvodákban és iskolákban általában nyári szünet van. Régen, amikor a nyári szünetet bevezették, ez különösen fontos volt, mert a gyerekek nagyon sokszor otthon segítettek a szüleiknek a földeken. Szerencsére ma már a nyári szünet inkább a pihenésről, a vakációról szól. És mi mindent lehet csinálni a vakáció alatt? Strandra menni, gyümölcsöt szedni. Lehet a szabadba játszani, nagyozni, és sportáborozni. Mi külföldre utazunk. Nyáron, mivel jó idő van, és a gyerekeknek sok szabad idejük van, rengetegféle dolgot lehet csinálni. Strandra lehet menni, gyümölcsöt lehet szedni, a szabadban lehet játszani, el lehet utazni külföldre, táborozni, vagy akár a nagyszülőkhöz is. Amúgy, nem is ugyanakkor van mindenhol nyár. A föld a nap körül kering, de mivel kicsit ferdén áll a tengelye, ezért a nap mindig kicsit máshogy éli a föld északi és déli félgömbjét. Ezért aztán, amikor az északi félgömbön például tél van, akkor a déli félgömbön meg épp nyár van. Ausztráliában ezért még a Mikulás is fürdőnadrágban érkezik. Na most már aztán jó sok mindent tudunk. De akkor végül is, mi az, hogy nyár? A nyár évszak méghozzá 4 évszak közül a legmelegebb. Hónapjai a június, a július és az augusztus. A természet nyáron a legtermékenyebb, a legtöbb gyümölcs is nyáron érik be. A meleg idő miatt rengeteget lehetünk ilyenkor a szabadban, különösen a gyerekek, akiknek ebben az évszakban nyári szünet van. Mi ez? Nyár! Mi ez? Ez egy tehén. Bocika. Na de mi az, hogy tehén? Rajta van a csoki. Foltos. Tejet ad. Füvet eszik. Igen. Nagy állat. Aha, szóval a tehén állat. Na és minden állat tehén? Dehogy is. Van orosz, meg cica, kutya, kacsa, pó, panda, maci. Ezek szerint nagyon sokféle állat van. Na de akkor mitől más a tehén, mint a többi állat? A tehén foltos. És szarva van. Azt mondja, mú. És füvet eszik. És 4 lába van. Igen. Á, tehát akkor a tehén egy 4 lábú állat. De minden 4 lábú állat tehén? Még az oroszlán is? Az oroszlán teljesen más. Ez a farkas. Igen. Az oroszlán megeszi a tehén, csak füvet eszi. Igen. Növényevő. Világos. Akkor tehát a tehén 4 lábú, növényevő állat. Na és minden növényevő állat tehén? Nem. Van zebra is. Csirke. Nem. Ló. Kecske. Macska. Eszik hús. Az elefant meg nem. Jó sok 4 lábú növényevő állat van még a tehénen kívül. De miben más a tehén, mint a többi növényevő állat? Háziállat. Igen, a tehén nincs szabadon. Otthon lak, a máiknál is a háznál. Meg az istálóban. Igen. Aha, tehát akkor a tehén 4 lábú növényevő háziállat. Na de minden háziállat, amelyik 4 lábú és növényevő, az tehén? Dehogy is. A ló sem az. A szamár sem. Meg a kecske. Meg a malom. És a bárány. A tehér azért van, hogy tejet ad. Igen, tejet ad. Tehát akkor a tehenet elsősorban azért tartjuk a háznál, mert tejet ad. Na de a kecske tejét is megisszuk. Akkor mitől más a tehén, mint a kecske? Nagy. Marha nagy. Nagy, marha. Nagy testű. Aha, vagyis a kecskével ellentétben a tehén nagy testű háziállat. Szóval akkor a tehén 4 lábú, növényevő, nagy testű háziállat, amit azért tartunk a háznál, hogy tejet adjon. És ez nem minden. A tehén csak az anyuka szarvasmarha elnevezése, a hím szarvasmarha a bika. A gyerek szarvasmarhát pedig borjúnak nevezzük. Tejet csak a tehén ad, amikor van kicsinye. A tej fontos a csontjainknak, és nagyon sokféle enni és innivalót készíthetünk belőle. És például milyen enni és innivalókat készíthetünk a tejből? Kakaó, csoki, saj, havaj, zsírcsont, sajtkrém, vajkrém, forró csoki, magyi. Ezek szerint a tehén tejéből rengetegféle enni és innivalót készíthetünk. Kakaó, csokit, sajtot, vajat, krémeket, sőt, akár még fagylaltot is. Amúgy, bár a szarvasmarhát nem csak tejéért, de bőréért és húsáért is tartjuk, vannak helyek, ahol az emberek nem esznek marhahúst. Indiában például a tehén szent állat, ezért aztán nagyon tisztelik, és a világért sem ennék meg sohasem. Emiatt is él a világon a legtöbb tehén Indiában. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi a tehén? A tehén 4 lábú, növényevő, nagy testű háziállat, amit azért tartunk a háznál, hogy tejet adjon.
A tehén tejéből pedig sokféle ételt és italt készíthetünk. Mi ez? Tehén! Mi ez? Virág! Virágszár! Ez egy virág! Na de mi az, hogy virág? Színes! Százszor szép! Tulipán! Virágszirmai van! Visszakanyulnak! Növény! Igen! Virág növény! Tehát a virág növény. Na de mik azok a növények, amik virágok? Ez a növény például virág? Ez egy kül. Nem. Ez mini fű. Dehogy is. Ez egy zöld masza. Icipici füvecs. Nem. Ez moha. Tényleg, moha az nem virág. Szóval ez itt moha. A moha tehát növény ugyan, de nem virág. Na és ez a növény vajon virág? Nem. Ez egy fenyőfa. Karácsonyfa. Igen. Karácsonykor fenyőt kell állítani. A fenyő nem virág. Tényleg, ez nem virág. Tényleg. Ez egy fenyőfa. A fenyőfa is növény, de nem virág, hanem fa. Na de akkor ez a növény már tényleg virág, nem? Nagyon fura virág. De nem. Ez káposzta. Igen, ez nem virág. Ez egy nem virág. Ez egy káposzta fejű. Világos. Ez egy káposzta. A káposzta zöldség, vagyis szintén növény, de nem virág, csak hasonlít egy virágra. Na de akkor ez a növény már igazán virág. Ez virág. Ez tényleg az. Rózsaszár. Igen. Ez egy rózsa. Szép piros rózsa. Ez a kedvencem. A rózsa virág. Szóval ez egy szárrózsa. A rózsa pedig tényleg virág. Na és ez a növény vajon virág? Igen. Ez virág. Hóvirág. Persze, hogy virág. Tavasszal nő. És még a hóban nő. Hóvirág az virág. Akkor ez hóvirág, ami szintén virág. És ez a növény virág, vagy sem? Muskát. Mindig ezt ültetjük az ablakon. Igen. Teraszunkon ablakba kell ültetni. Ez is virág. Igen. Muskátli virág. Ezek szerint a muskátli szintén virág. Vagyis a virág olyan növény, mint például a rózsa, a hóvirág, vagy a muskátli. A moha, a fenyőfa, vagy a káposzta viszont nem virág. És ez nem minden. A virágok annyira szépek, hogy van, hogy direkt ezért termesztik őket. Vannak olyan emberek, akik azzal foglalkoznak, hogy még szebb és izgalmasabb színű virágokat neveljenek. A szép virágokat leszedhetjük, és csokrot köthetünk belőlük. De ha elültetjük őket a kertünkben vagy egy cserépben, sokkal tovább csodálhatjuk színes virágainkat. És milyen virágok vannak még? Lilium. Tulipa. Narcisz. Jácin. Szexi. Orgon. Nekem a kedvencem az árvácska. A kutyatáj. Tényleg, jó sokféle virág van. Az ibolya, a narcisz, a jácint, vagy a szegfű is mind-mind virág. Sőt, még a kutyatej is. Amúgy, a virágoknak fontos, hogy szép színes szirmaik legyenek. A színes szíromlevelek a virágok megtermékenyítésében segítenek, mert feltűnő színükkel magukhoz vonzák a méheket, amik a rájuk tapadt virágport virágról virágra szállítják. Hogy a rovarok megtalálják a virágokat, a virágok kék, sárga, piros, lila és még ezernyi tarka színben pompáznak. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi az, hogy virág? A virág olyan növény, mint például a rózsa, a hóvirág vagy a muskátli. A moha, a fenyőfa vagy a káposzta nem virág. A virágoknak színes szíromleveleik vannak, amik nem csak arra jók, hogy csokorba kötve gyönyörködhessünk bennük, hanem feltűnő színükkel magukhoz vonzák a virágport gyűjtögető méheket is. Mi ez? Virág! Mi ez? Doki. Doktor. Néni. Orvos. Na de mi az orvos? Segít neki. Fehér a ruhája. Megméri a lábát. Megvizsgál. Én nem szeretek az orvoshoz menni. Gyógyít. Tehát az orvos meggyógyítja az embereket. De pontosan mit gyógyít meg az orvos? Megfázás. Influenza. Meg a lábtörés. És a fejfájást. Mindenféle betegséget. Világos. Vagyis az orvos különböző betegségeket gyógyít meg. És honnan tudja meg az orvos a betegségünket? Oda kell menni. Meg kell menni az orvosi rendelőbe. Igen. Beszélni kell vele. Ezek szerint akkor ahhoz, hogy az orvos ki tudjon minket gyógyítani a betegségünkből, találkoznunk kell vele. Az orvost az orvosi rendelőben tudjuk meglátogatni. És mit csinál az orvos, ha találkozunk vele? Hát meggyógyít. Megnézi, mi a bajunk. Megvizsgál. Meghallgat a tetoszkóp. Nem. Tetoszkóp. Dehogy is. Megnézi a torkunkat. Igen. Kivizsgál. Szóval amikor betegek vagyunk és találkozunk az orvossal, akkor az orvos megvizsgál minket. Na de hogyan vizsgál meg az orvos? Megnézi, mi a bajunk. Betegségünk van. Igen. Szeretem a vizsgálat. De ő segít. Megmondja, mit kell csinálni. Tehát az orvos a vizsgálat alapján meg tudja mondani, pontosan milyen betegségünk van.
És ezután mit csinál az orvos? Gyógyszert ad. Így kell kapnunk. Én nem szeretnék. Otthon kell maradni. Igen. Nem szeretnék kórházba menni. Ezek szerint, miután az orvos megállapította, milyen betegségünk van, azt is meg tudja mondani, milyen kezelésre van szükségünk, hogy a betegségünkből kigyógyuljunk. Felírhat gyógyszert, igazolást adhat, hogy otthon pihenjünk, vagy akár másik doktorhoz is küldhet további vizsgálatokra. Aki nagyon beteg, azt az orvos kórházba küldi, ahol más orvosok több napon keresztül vizsgálják és kezelik a beteget. Így akár komolyabb betegségekből is kigyógyulhatunk. Az orvos tehát segít kigyógyulnunk a betegségeinkből úgy, hogy találkozunk vele, kivizsgál minket, és a vizsgálat alapján megállapítja, milyen gyógymódra van szükségünk a gyógyuláshoz. És ez nem minden. Az orvos azért küld el sokszor egy másik orvoshoz is, mert a betegségünk kivizsgálásához és meggyógyításához gyakran egy másik szakorvosra van szükség. Van olyan orvos, aki a szemünkhöz ért jobban, valaki meg ahhoz, ha fáj a hasunk. És milyen különböző orvosok vannak még? Gyerekorvos, fogorvos, aki az allergiát vizsgálja, sportorvos, agydoki. Na hát, nagyon sokféle szakorvos van. Van fogorvos, gyerekorvos, sebész, szemész, fülorgégész, és még nagyon sok másfajta doktor is. Mind-mind azon vannak, hogy meggyógyítsák azokat a betegségeket, amikkel az emberek megkeresik őket. Amúgy nem csak az emberek mehetnek ám orvoshoz. Ha megbetegszik a kutyánk, macskánk, papagájunk, hörcsögünk, lovunk vagy a tehenünk, őket is orvoshoz kell vinni. Az állatokat az állatorvos vizsgálja meg, és ő mondja meg, milyen gyógymóddal lehet meggyógyítani az ő betegségüket. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi az, hogy orvos? Az orvos tehát segít kigyógyulnunk a betegségeinkből úgy, hogy találkozunk vele, kivizsgál minket, és a vizsgálat alapján megállapítja, milyen gyógymódra van szükségünk a gyógyuláshoz. Mi ez? Orvos! Mi ez? Sárkány. Sárkány. Na de mi az, hogy sárkány? Papírból van. Repül az égben. Szár. Játék. Tényleg sárkány egy játék. Tehát a papírsárkány egy játék, amit röptetni lehet. De miből készül? Papír kell hozzá. Igen, papírból van. Először levágjuk a papírt. Méretre kell vágni a papírt. Igen. Tehát a papírsárkányt papírból készítjük. Na és ezt a méretre vágott papírlapot már röptethetjük is? Nem. Elrepül. Csak úgy fújna akkor a szél. Igen, rángatja a szél. Világos. A papírt önmagában csak rángatná a szél, ezért a sárkányunkat keresztben párcákkal is röptetnünk kell. Na és ezt a sárkányt már tudjuk is röptetni? Nem. Nem lehet így még röptetni. Kell spárga. Igen, kell kötél. Rá kell kötőzni egy spárga. Igen. Spárgával lehet megfogni. Aha. A pálcákkal megerősített papír sárkányunkra zsineget is kell kötnünk, aminél fogva röptethetjük. De akkor most már tényleg semmi nem hiányzik róla? Semmi. De igen. Nincs is farka. A végére kell kötni. Kell rájön díszített spárga. Igen. Kell, hogy legyen farka. Világos. A papír sárkánynak farkat is kell csinálni, hogy könnyebben irányban tarthassuk a levegőben. De hogy jut fel a sárkány a levegőbe? Jól neki kell futni. Igen. Fogni kell a zsineget és jó gyorsan szaladni. Szóval akkor jól neki kell szaladnunk a sárkányunk zsinegét erősen fogva, és a sárkányt magunk mögött húzva. De akkor nekifutással bármikor röptethetjük a sárkányunkat? Nem. Szél kell hozzá. Igen. Szélben lehet sárkányt röptetni. Nagy szélben lehet. Aha! Eszerint ahhoz, hogy a sárkányt röptetni tudjuk, nem elég aprólékosan megépítenünk, aztán a zsinórját megragadva szaladnunk, hanem szél is kell hozzá. Vagyis a papírsárkány olyan játék, amit papírból kivágva, pálcikákból készült merevítővel, zsineggel és egy díszes farokkal készítünk el, és gyorsan szaladva, szeles időben röptethetjük. És ez nem minden. A sárkány, ha elég nagy, akár egy embert is elbír. Az ilyen sárkányokat hívjuk sárkányrepülőnek. Van, amelyik motoros, de van, amihez nem kell más, csak jól neki szaladni, és ha jó az időjárás, a levegő alá tud kapni és felrepíteni. És milyen formájú lehet még egy sárkány? Nekünk olyan, mint egy repülő, és két zsineggel kell fogni. Nekünk madár alakú van. Én láttam egy kocka alakút is. Még egy nagy polipot is. Na hát, nagyon sokféle alakú és anyagú sárkány van. Van a hagyományos lapos,
Van kocka alakú, van olyan, ami egy madárhoz hasonlít, és olyan is, amit több zsineggel kell tartani. Még olyan nagy sárkány is van, ami akár egy embert is az égbe tud emelni. Amúgy a papírsárkány feltalálói, az ókori kínaiak sárkánnyal jeleztek egymást a messziről, ha jött az ellenség, de nem csak háborúban segíthettek a sárkányok, hanem akár a tudományban is. Benjamin Franklin például papírsárkány segítségével bizonyította, hogy a villámlás elektromos kisülés. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az a sárkány? A papírsárkány olyan játék, amit papírból kivágva, pálcikákból készült merevítővel, zsineggel és díszes farokkal kiegészítve készíthetünk el. Az elkészült sárkány gyorsan szaladva, a szeles időben röptethetjük a levegőben. Mi ez? Sárkány! Mi ez? Könyv! Ez egy könyv! Na de mi az, hogy könyv? Mesekönyv! Képes könyv! Lehet lapozni! Most! Én szeretem lézeret! Nekem van egy nagyon menő könyv! Olvasni lehet! Könyv tehát olyan dolog, amit nézegetni, lapozgatni, olvasgatni lehet. Na de hogy néz ki egy könyv? Miből áll? Papírból van. Lehet lapozgatni. Borítója van. Igen. Szép borítós könyveket szeretem. Tényleg. Az a legjobb. Akkor a könyv egy olyan dolog, ami sok papírlapból áll. A papírlapok az egyik szélük mentén össze vannak kötve, az összekötött papírlapokat pedig borító fogja közre. De mégis mire való a könyv? Mesét lehet belőle olvasni. Vannak benne képek. Azt szeretem, abban sokkal kívül. Igen. Lehet belőle tanulni. Tényleg. Anyu könyvből főz. Szóval a könyvekből nagyon sok mindent megismerhetünk. És hogyan ismerhetjük meg ezt a sok-sok dolgot? Hogyan kell a könyvet használni? Olvasni kell tudni hozzá. Lehet nézeket. Tényleg. A képes könyvet nem kell olvasni. Igen. Ki kell nyitni. Tehát a könyvet úgy kell használni, hogy kinyitjuk, lapozzuk a lapjait, és alaposan megnézzük a lapokra nyomtatott képeket, vagy elolvassuk a beleírt szöveget. És honnan lehet könyveket szerezni? Könyvesboltból. Meseboltból. Könyvtár. Tényleg. Kölcsön lehet kérni. Igen. Szóval könyveket könyvesboltban vásárolhatunk, de vehetünk használt könyveket is az antikváriumban. A könyvtárból kölcsönöztetünk egy-egy könyvet arra az időre, míg elolvassuk, és miután végeztünk vele, vissza kell vinni. A könyv tehát borítóba kötött lapokból áll. A könyvekből nagyon sok mindent megismerhetünk, úgyhogy kinyitjuk, lapozgatjuk és elolvassuk. Könyvet könyvesboltból, antikváriumból és könyvtárból szerezhetünk. És ez nem minden. Nagyon sokféle könyv létezik ám. Vannak könyvek, amik egy-egy történetet mutatnak be. Ilyen a mese, egy hosszabb regény vagy egy rövidebb novella. Van olyan, amiből szaktudást tanulhatunk. És olyan is van, hogy egy művész festményeit mutatják be az alkotó életrajzával együtt. És milyen könyvek léteznek még? Képes lexikon, telefonkönyv, bogyó és papucsa, kuflik. Igazán sokféle könyv létezik. Egyaránt könyvek a mesekönyvek, a regények, a verses és novellás kötetek, az atlaszok, útikönyvek és a tankönyvek. Sőt, még a lexikonok, szótárak és a telefonkönyv is. Ezeket azonban nem szoktuk elejétől a végéig elolvasni. Amúgy, régen a könyveket kézzel írták hosszú-hosszú tekercsekre, amiknek még borítójuk sem volt, csak feltekerték őket. A 15. században találták fel a nyomtatást, de nagyon sokáig még oldalanként kellett kirakni a betűkből az oldal szövegét egy nagy táblára, tintával rekenni, majd a papírra nyomni. Idővel aztán ez is sokkal egyszerűbb lett, ma már könnyű bármit nyomtatni. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi az, hogy könyv? A könyv borítóba kötött lapokból áll. A könyvekből nagyon sok mindent megismerhetünk úgy, hogy kinyitjuk, lapozgatjuk és elolvassuk. Nagyon sokféle könyv létezik, ezeket pedig könyvesboltból, antikváriumból vagy a könyvtárból szerezhetjük be. Mi ez? Könyv! Mi ez? A napocska. Ez a nap. Na de mi az, hogy nap? Az égen van. Sőt, a napocska. Sugaraival. Csillag. Egy égi test. Csak nappal világ. Igen. Tehát a nap égi test, vagyis az égen van. És milyen más égi testek vannak még? Ott vannak a csillagok. Meg a hold. Csillagképek. Űrhajók. UFO. Gammasugár. Bolygók. Jó sok mindent láthatunk az égen. A holdat, a bolygókat és a csillagokat is. De miben más a nap, mint a többi égen lévő dolog? Olyan, mint a hold. Csak nappal világ. Nem.
A nap csillag. Igen. Ezek szerint a nap egy csillag. De akkor például a hold is csillag? Azért van az égen és világít? Hold csillag. Nem. Hold az hold. Hold nem világ. Hold csak a napfényét veri vissza. Igen. Vagyis akkor a holdnak nincs is saját fénye, hanem csak a napfényét veri vissza. De mégis mitől olyan fényes a nap? Nagyon forró. Lángol. Fény. A napsugarakkal igen. Sugárzik. Szóval a nap egy gázokból álló izzó golyó, ami szüntelenül ontja magából a forróságot, és a nagy meleg miatt fényesen izzik. De hogyan tud mindent így felmelegíteni, ha olyan apró, mint a hold? Nem is kicsi, csak messze sokkal, van. Sokkal nagyobb, mint a föld. Igen, óriási nagy. Hatalmasan nagy a napocska. Világos. Tehát a nap egyáltalán nem olyan apró, mint ami ennek a földről tűnik, csak nagyon-nagyon messze van. A nap tehát égi test, akár a hold vagy a csillagok. A nap maga is egy csillag, azok közel is a hozzánk legközelebbi. A nap olyan hatalmas izzó gömb, ami szüntelenül ontja magából a forróságot és a fényt. És ez nem minden. A nap mindig csak a föld felét világítja be. Azért látszik úgy, hogy a nap mozog, mert a föld kétféle mozgást végez. Az egyik, hogy körbeforog a tengelye körül, emiatt kell föl reggel a nap, és megy le este. A másik, hogy a föld a nap körül pontosan egy év alatt jár körbe, ezért változnak az évszakok. És milyen évszakok vannak? Tavasz a kedvenc. Akkor meleg van. Ősszel lehet színes levelet. Én annyira nem szeretem. Tél lehet számos. Hóembert építeni. Szóval az évszakok tavasz, nyár, ősz és tél. Amúgy a nap, a földi élet, így az emberi élet alapja is. Nap nélkül nem lennének zöld növények, anélkül meg nem lennének állatok, és így az ember sem. Nem csoda, hogy régen a napot istenségként tisztelték. Például az ókori egyiptomiak Ré néven, a görögök pedig Héliosként. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is mi az, hogy nap? A nap égi test, akár a hold, a bolygók vagy a csillagok. A nap maga is egy csillag, azok közül is a hozzánk legközelebbi. A nap olyan hatalmas izzógömb, ami szüntelenül ontja magából a forróságot és a fényt. Nem csak a nappalok, éjszakák és évszakok változásában játszik szerepet, hanem a földi élet alapját is jelenti. Mi ez? A nap! Mi ez? Bolt! Ez egy bolt! Na de mi az, hogy bolt? Ruha bolt, játékok, meg csoki. Mi mindig oda járunk, és nagy, minden polcokon, meg kirakata van, meg sok minden van. Szóval akkor a boltban különböző termékeket lehet kapni. De hogyan kapjuk meg a boltban ezeket a termékeket? Be kell menni. A boltban sorok van. Mindig ugyanazok a dolgok. Üzlethelység. Ez egy hely. Igen, bolt egy hely. Tehát a boltok általában üzlethelységekben vannak, ahova el kell mennünk. És ezután mit kell tennünk? Vásárolni. Minden polcokon. Sorok van. Le kell mérni a zöldséget. Tényleg? Igen. Vagyis ezek szerint a boltban kiválasztjuk, hogy az ott kapható termékek közül mit szeretnénk hazavinni. És ezután mit kell csinálni? Fizetni kell azért, amit megveszünk. Igen. Pénztárosnak kell fizetni. Igen. Összeszámolja. Beüti a számológébe. És akkor lehet elvinni. Szóval a különböző boltokban meg kell néznünk, hogy amit szeretnénk, mennyibe kerül, és miután kiválasztottuk, a pénztárhoz visszük. A boltban vásárolt termék akkor lesz a miénk, ha kifizettük az árát készpénzzel vagy bankkártyával. Vagyis a bolt olyan helyek gyűjtőneve, ahol különböző termékeket árulnak. Ha ezekből szeretnénk kapni, el kell mennünk, ki kell választanunk, amit szeretnénk, és a kiválasztott termék árát ki kell fizetnünk. Ezután a vásárolt termék a miénk lesz. És ez nem minden. Vannak nagyobb boltok is, amikben rengetegféle áruból választhatunk, de vannak kisebb üzletek is, amikben nem lehet mindent megkapni, viszont egy-egy dologból sokkal több fajtát kínálnak, például a játékbolt vagy a kisállatbolt. És milyen kisebb boltok léteznek még? Csokiból. Könyvesból. Ruhaból. Ajándékból. Meg ahol filmeket lehet venni, meg zenéket. És tévéket is. Tévé. Az nem. Virágbolt is van. Akkor hát a könyvesbolt, a ruhabolt, az elektronikai üzlet, az édességbolt, de még a virágbolt is mind olyan kisebb bolt, ahol egy-egy termékből árulnak sokfélét. Amúgy. A piac is olyan, mint a bolt, de a piacon az árusok standoknál árulják a portékájukat.
Emellett viszont egyre több az olyan bolt, ahová nem kell elmenni, hanem elég a számítógépen vagy a telefonon kiválasztani, hogy mi mindent szeretnénk megvásárolni, és vagy házhoz szállítják, amit vettünk, vagy egy átvevő ponton szedjük fel a megvásárolt terméket. Na most már aztán jó sok mindent tudunk, de akkor végül is, mi az, hogy bolt? A bolt olyan helyek gyűjtőneve, ahol különböző típusú termékeket kínálnak. Ha ezekből szükségünk van valamire, el kell mennünk a boltba, vagy a bolt honlapjára, ki kell választanunk, amit szeretnénk, és a kiválasztott áru árát ki kell fizetnünk. Ezután a vásárolt termék a miénk lesz. Mi ez? Bolt! Mi ez? Asztal! Ez egy asztal! Na de mi az, hogy asztal? Hát azon eszünk. Fából van. Lapos. Az asztal bútor. Négy irány. Van pingpong asztal is. Világos. Szóval az asztal bútor. De minden bútor asztal? Nem. Van fotel is. Meg szekrény. Ágy. Bolt. Meg szék. Ajtó. Á, az nem. Kanapé. Igen. De ha ilyen sokféle bútor van, akkor miben más az asztal, mint a többi bútor? Lapos. Barna. Nem mindig szögletes. Fából. Kemény. Négy lába van. Nekünk van három láb. Nekünk tíz. Nekünk meg 20. 200 millió láb. Jaj, világos. Tehát az asztal lábakon áll. De mégis mitől más az asztal, mint a többi bútor, aminek szintén lába van? Lapos a teteje. Egy nagy lap. Asztal lap. Igen, lapja van. Ezek szerint az asztal olyan bútor, amely lábakon áll, a lábak pedig egy sima lapot tartanak. De mit csinálunk ezen a lapon? Talán ráülünk? Igen, nem. Az asztalra nem ülünk. Székre ülünk, nem az asztalra. Rá szoktam ülni az asztalra. Nem. A széken ülünk az asztal tetején. Különböző dolgot lehet csinálni. Igen. Világos. Az asztallapot sok mindenre használhatjuk, akár munkára, akár evésre, de akár játékra is. Az asztal olyan bútor, amely lábakon áll. A lábak asztallapot tartanak, aminek a tetején pedig mindenfélét csinálhatunk. Az ebédlőasztalt használjuk evésre, az íróasztalt munkához és tanuláshoz, egyes asztalokon pedig játszhatunk is. És ez nem minden. Vannak olyan asztalok, amelyeket kifejezetten egy játékra vagy valamilyen asztali sportra találtak ki. Ezeknek az asztaloknak szintén lábaik vannak, de asztallapjukat eleve úgy alakították ki, hogy azt az egy bizonyos játékot lehessen rajta játszani. És például milyen játékasztalok vannak? Mi az ebédlőasztalon társas asztal? Igen, de van pingpong asztal és csocsú asztal is. Igen. Tényleg, meg billiárd. Tehát sokféle olyan asztal létezik, amelyek csak is egy-egy játékra vagy sportra vannak kitalálva. Például a pingpong asztal, a biliárd asztal, a csocsó asztal, vagy akár a léghoki. Amúgy, az asztalokat régen tényleg csak fából készítették, de manapság már nagyon sok asztal fémből, műanyagból, üvegből vagy ezekből felváltva készül. Az asztalok nem csak szögletesek lehetnek, hanem kör alakúak vagy oválisak is. A kerekasztal viszont nem csak az asztal formáját jelentheti, hanem azt is, ha tök okos ember beszélget egy fontos dologról. A leghíresebb, valóban kör alakú kerekasztal Arthur királyé volt, és lovagjaival ülték körbe, akik a Szent Grált keresték. Na most már aztán jó sok mindent tudunk. De akkor végül is, mi az, hogy asztal? Az asztal olyan bútor, ami lábakon áll, és egy asztallapot tart, ami mindenfélét csinálhatunk. Az ebédlőasztalt használjuk evésre, az íróasztalt munkához és tanuláshoz, egyes asztalokon pedig játszhatunk is. Az asztal készülhet fából, fémből, üvegből vagy műanyagból, lapja pedig szögletes, vagy akár kerek is lehet. Mi ez? Asztal!